Tisztelt Országgyűlés, köszönöm, foglaljanak helyet! Foglaljanak helyet! Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés ülésszakának 29. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Simicskó István és Móring József jegyző urak lesznek a segítségemre. Köszöntöm kedves vendégeinket, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Megkérem az ellenzéki képviselőket, hogy a rendzavarást hagyják abba, és az Országgyűlés alkotmányos működését garantálják. Megállapítottam, hogy az ülésvezetésre kijelölt Latorcai János alelnök urat fizikai erővel megakadályozták abban az ellenzéki képviselők, hogy az ülésvezetését megkezdje, és ennek a jogkövetkezményeit természetesen le fogjuk vonni. Tehát tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a házszabály 51. szakasz A bekezdése értelmében vett fegyelmi szankciót el fogom rendelni, és ennek a mértékéről a későbbiekben határozunk. Továbbá, most ha ide figyelnek az ellenzéki képviselők, akkor olyasmit fogok mondani, ami az ő személyes életüket is befolyásolhatja. Tehát felkérem az ügyrendi bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a parlamenti törvényben és a házszabályban foglalt fegyelemsértésen túlmenően megvalósult-e más olyan jogi tényállás, amely adott esetben a fegyelmi jogkörön túlterjeszkedő szankciót igényel. Most pedig átadom az ülés vezetését Latorcai János alá.